Lassan 700 éve annak, hogy a mai Dombóvár elődje a dombai család kezére került, akik több mint két évszázadon keresztül birtokolták a területet. Az ifjabb Dombópál szobra kapott helyet a helytörténeti gyűjtemény előterében. Az ünnepélyes átadón Kerényi Zsolt alpolgármester egy idézettel mutatott rá a múltunk fontosságára, mely így szól: hagyj jeleket magad után az úton. Talán nem túlzás azt mondani, hogy legnagyobb történelmi alakja Dombóvárnak, Dombópál, és ráadásul középkori, és hát itt hallottuk a történészek előadásából, hogy nem akárki volt, tehát minden túlzás nélkül lehet mondani, hogy az ország vezetésében benne volt a maga korában. Ugye 15.-16. századról beszélünk, tehát a királyi udvar közvetlen közelében nagyon komoly pozíciókat töltött be. Egyébként valószínű, hogy jogász ember volt, legalábbis nagy jogi tudása volt. A városnak az ünnepe április 1-én van, és igyekszünk ezt minél inkább színesíteni, és mindent erre az időpontra koncentrálni, és így ennek a rendezvénysorozatnak a része a szobor átadás. Nagyon körültekintőek voltak, akik alkották és kitalálták, hogy hova kerüljön, és hát egy múzeumban nyilván méltó helye volt, és itt látszik mögöttem ez a szoborfülke, ahol nem tudjuk, hogy mi volt eredetileg, de most ismét belakta ez a szobor, ezt a szoborfülkét, és azt hiszem, hogy méltó helyre került, és reméljük, hogy minél többen fognak gyönyörködni benne. A települések azáltal, hogy megismerik a saját múltjukat, feltárják és megőrzik kulturális örökségüket, értékeiket, ezáltal válhatnak valódi közösséggé. A dombováriak az elmúlt több mint fél évszázad alatt már számtalanszor bebizonyították, hogy valóban azzá váltak. A feltárásokat már közel egy évtizede kezdtük el a Gólyavár néven emlegetett lelőhelyen. Ez a dombai családnak az egyik birtokközpontja volt. Négy falcsunk volt ismert, ami a felszínen látszott, és az elmúlt évek feltárásai során sikerült a várnak az alaprajzát, a főbb építési periódusait megtalálnunk, illetve számos részletet sikerült felfednünk a vár életére vonatkozóan. A magyar érdemrend lovak keresztjével kitüntetett keramikustól, Varga Gábortól megtudtuk, hogy az első feladat volt eldönteni, hogy a szobor kit is ábrázoljon. Apának vagy fiának állítsanak emléket a dombóvári helytörténeti gyűjtemény előterében. Volt dilemma, és végül is arra jutottunk, hogy tehát a fia kerül ide, úgymond aki nagyobb karriert futott be, és hát én nem vagyok dombóvári, de utána néztem a dolgoknak, és tulajdonképpen őt ismerik itt jobban. És tulajdonképpen azt is hozzá kell tenni, hogy úgy is lehet mondani, az országos népszerűsége vagy ismertsége azért neki nagyobb. Én nagyon ragaszkodtam ahhoz, hogy korhű legyen. Tehát, hogyha már egy helytörténeti gyűjteményben, reméljük hamarosan múzeum lesz a titulusa, akkor ez tényleg hitelesen ábrázolja a kornak megfelelő főúri öltözetét. Na most ehhez azért nagyon sokat utána kellett nézni, hál' Istennek találtunk is ilyen 15.-16. századi főúri öltözeteket, és az egy nagyon-nagyon fix támpont volt. A fej, az pedig hát az egy, ugye rengeteg olyan történelmi nagy alakjaink vannak, aminek nincs konkrét ábrázolása. Egy olyan pizimiskát próbáltam neki adni, hogy legyen kis tekintélye, legyen valami méltósága, és egy pozitív kisugárzása legyen az egésznek. Az örömteli eseményen Takács Istvánné helytörténész rögtönzött történelemóra keretében beszélt Mátyás király lovászmesterének fiáról, aki jogtudósként fontos szerepet töltött be Verbőci István oldalán a hármas könyv megalkotásában. Erki Nagy Tibor tipográfus gondolatai után tekinthették meg az érdeklődők a második Dombópálnak emléket állító szobrot. A megvalósulás az ötlet a Dombóvári Városszépítő Egyesületnek köszönhető, a kor hangulatát pedig Balassi Bálint dalaival a híres Pannónia régi zenei együttes idézte fel. Szégyenekre eltágulának, dobjok patadva elbúsulának, sok főnémeket ős iratán, magyar vitézök, nagy hálát adának.